Üdvözlő itt a pazsitúrák, helyszín újra a Bakony, és a mai részben pontosan az fog történni, amit az előző epizód végén beharangoztam, vagyis jöjjön a gajaszúrdok bemutatása. Tartsatok meg! A gajaszúrdokat két irányból lehet megközelíteni, egyszer Fehérvár csurgó felől délről, illetve Bodajk és Balinka közti úton lefordulva északról. Mindkét oldalon van parkolási lehetőség. És most ne tévesszem meg senkit, hogy nem völgyben vagyok. Először a szurdok mentén húzódó gerincen fogok végigmenni, ugyanis ott is van bőven látnivaló. Na, én most Bodajk felé jöttem, mert gondoltam, hogy kevesebben vannak. Hát a fenét. Förtelmesen nagy a tömeg. De nem baj, ha már itt vagyunk, nyomjuk. Ezt a szurdokot a Gaja patak alakította ki, amely egyébként Nagy Esztergár település mellett ered, 96 km hosszú, és hát Sárvíz folyó néven torkollik a Sióba. Középkori jelentősége, illetve középkorban hadászati jelentősége is volt, ugyanis az akkori főváros Székesfehérvár környéki mocsarakat, illetve vizes árkokat táplálta vízzel, és többek között ennek köszönhető, illetve a Gajapatak áradásának köszönhető, hogy a tatárjárás idején Székesfehérvárt a tatárok nem tudták elfoglalni és feldúlni. Amúgy, ha térképen nézzük, most a szurdoktól nyugatra eső gerincen vagyok, azzal lehet végigmenni. Első kilátópont, hát. Sejtelmes köd borítja a táját. De attól még baromi szép. Hát érdemes feljönni ide a gerincre is, és egymást érik a szebbnél szebb kilátópontok. Hú, hogy alattunk van a szurdok. Nem sokára leereszkedünk oda is. Hát itt ugye látszódna a Bakony abba az irányba, de hát most jótékony takarásban van. Hamarosan elérünk a következő látnivalóhoz. Hát itt minden egy kupacon van. A Károlyi kilátóhoz. 2016-ban adták át. Gróf Károly Gyuláról nevezték el, aki 1931. augusztusa és 32. októberre között volt Magyarország miniszterelnöke. Károly Gyulával kapcsolatban érdekesség, hogy a miniszterelnöki posztról lemondott önszántából társadalmi nyomásra. Ugyanis nem voltak vele elégedettek, hát abban az időben ugye mindenféle megszorító intézkedést kellett hozni, és hát nem volt túl népszerű, úgyhogy lemondott. Hát igen, abban az időben a politikusok legalább még nyomokban tartalmaztak gerincet is. Kilátónál valóságos sorban állás volt. Hihetetlen ez a tömeg. Igaz, október 23-a van. De hát nem gondoltam volna, hogy ennyien lesznek. Úgy néz ki a hegy, mint mondjuk dobogók egy átlagos augusztusi hétvégén. Zsúfolásig tele. Az ember lejön a kijelölt útról, rövidítésekre, na akkor lehet egyedül kb. 2 percre.
Az előbb az Alba Régia forrásnál voltunk. Rendkedvér, latinul, Székesfehérvár. Oda is van írva egyébként a forrás mellé, aminek a vize egyébként nem iható, hogy Székesfehérvár 1000 éves évfordulója alkalmára építették ki, vagy legalábbis helyezték el ezt a kőtemlet. Újabb kilátópont. Most a forrás szintjétől megint kicsit följebb jöttem, tovább a gerincen. Wow! Hát igen, nap kicsit kezd jobban sütni, de köd az ugyanúgy megvan. Jól néz ki, csak itt is sok a lódarás, az a halálom. De egyébként lenn már látszik és hallatszik is a Gajapatak. Szurdok, déli bejárata fölött vagyunk az Öreghegyen. Itt rejlik a környék, hát a sokadik látványossága. Az időszámításunk előtti 600-as évek környékéről származó halomsírok, több is van. 9-et az évszázadok során feldúltak, illetve kiraboltak, 2-t sikerült feltárni, és hát az egyikben egy nagyon jó állapotban megmaradt. Egyébként mutatom, ez itt az egyik halomsír. Igen, látszik, halom formája van, tehát halomsír. Na szóval egy tölgyfa gerendából ácsolt építmény, amiben magába temették az illetőt, valószínűleg valamilyen nemest. És találtak még valószínűleg az illető fegyvereit, edényeket és lószerszámokat. Újabb halmok, újabb halomsírok. Enyhén kegyelet sértő módon fel is lehet mászni a tetejére. Ugye itt látszik, hogy itt valaki már áskálódott, mert ez amúgy kúp formájú lenne, hát helyette ilyen kis tölcsér formája lett. És ott mellette rögtön a másik. Na igen, és valószínűleg ez az egyik, amit a régészek feltártak. Hát gyakorlatilag a halomsír központi része hiányzik. Tehát feltételezem, hogy itt találták azt a gerenda építményt, amiről az előbb beszéltem. Igen, látszik, hogy profi munka. Bár nem értek a halomsír feltáráshoz, de elég rendesen szétszették. Na és akkor ennyi bemelegítés, illetve előjáték után most már tényleg jön maga a patak, illetve a szurdok a túra lényegi része. Hát elnézést, de ha valahol ennyi a látnivaló, ott bizony el kell időzni. Na közben kissé kitisztult az idő, úgyhogy tudom mutatni a bakony lankáit. Ugye rendkedvér, bakony legmagasabb pontja, Kőrishegy, 709 méter, hát nem hiszem, hogy innen látszik. Most olyan 400-valahányon vagyunk, annyit tudok. Szépen lecsorogtunk a hegyről, és végre kézzel fogható közelségben van a patak, ami hát itt eléggé takarékon folydogál, de legalább már itt vagyunk a szintjén, és már csak végig kell menni rajta.
Ugye folyás irányjal ellentétes irányba fogunk haladni. Ott egyébként a túlparton megnézzük, látszik, hogy hát jó, egy fél méterrel, 60-70 centivel nemrég még magasabb volt a vízállás. Erről a sok tölgyfáról eszembe jutott valami, nem tudom hogyan. Eszembe jutott a bükk a tölgyről, mindegy. Ugyanis a bakony nevének eredete, hát egyrészt állítólag az első erdői spanyáról kapta a nevét, másrészt pedig a bükk vagy bükkös szóból is eredeztetik, tehát mondhatjuk úgy is, hogy bükköny vagy bükony, inkább bükony, valószínűleg abból lett a bakony. Itt a patak túlpartján van egy víztározó, meg egy kis erdei pihenő, és hát kicsit itt Romániában érezheti magát az ember, én legalábbis most úgy érzem, szól valami Maneléhez hasonló idegtépő zene, közben meg üvöltöznek az emberek. Tiszta Balkán. Miki, tudod innen irányítani? Ide fog irányítani? Fa, amit itt kínoznak a kis csávók, Ádám és Éva fa, közül az Ádám fa, két évszázados tölgy állt itt ugyanis. Ádám és Éva, Ádám volt a nagyobb termetű, a másik világháború idején. Azt hiszem villámcsapás érte és kidőlt. Ha itt felnéznénk jobbra ezen a gerincen, és látnánk is valamit, akkor a valami mellett még a Károlyi kilátót is látnánk, ugyanis az pont itt van most fölöttünk. A völgy egyébként határozottan szűkül, az az érzésem, hogy a leglátványosabb része még csak ezután következik. Nagyon hangulatos ezek az őszi színekkel, baromi jól néz ki. Ahogy a Cuha-patak völgyében, ugye a Gajaszurdonban is találtunk barlangokat, de hogy ezekben a barlangokban melyik híres betyár bujkált, arról majd a film vége felé lesz szó. Illetve most magát a barlangot nem tudom megmutatni, mivel elég meredek út vezet föl, és fölmenni még hagyján, viszont lejönni már elég problémás lenne, úgyhogy mindenki képzeljen el majd egy barlangot, mikor beszélek róla. És akkor talán ez itt a szurdok legvadabb része. Mindkét oldalon, hát nem tudom mennyire látszik, mindkét oldalon jó meredek, néha függőleges sziklafalak határolják a völgyet. No, kiértem a szurdokból, de senki ne kapcsoljon el, ugyanis a Gaja patakát, a felvonultatott látnivalóknak itt még korán sincs vége, és hátra van még a bakony, hát többek szerint legnagyobb durranása, a leglátványosabb szurdoka, szintén a Gaja patak mentén lévő római fürdő. Egy jó 40 perces autós intermezzót követően újra a Gajapatak partján, méghozzá Bakony-Nána község déli határában. Ott van a római fürdő parkolója, és onnan a kék sávon
lehet megközelíteni. Siet nem is kell, mert egyébként a nap már lemenőben van. Micsoda törzs. Aki jobban megvizsgálja a logómat, az felfedezhet rajta egy fekete fenyőt, pont olyat, mint ez. Mindenesetre a völgy már itt is elég mély és vadregényes, nem tudom mi látszik. Szeme pedig hasonló meredek egy oldal, mint ezen az oldalon. Hát, hát ígéretes egyelőre. Baromi jól néz ki. Hát pedig egész szépen csörgedezik a patak. Nem tudom, behallatszik-e. Klasszikus kérdésre egyébként, hogy hát mit adtak nekünk a rómaiak? Nem biztos, hogy ez a jó válasz. Ugyanis még egyes források hát azt állítják, hogy még a rómaiak is áztatták itt a valagukat. Sokkal valószínűbb, hogy igazából nem is ismerték, vagy hát ha ismerték is, nem használták fürdőgyanánt, ugyanis itt a közelben volt, ha minden igaz, egy igazi római fürdő. De jó, ez már most csillagos ötös. Én megadom neki. Hát ez igen. Baszki. Ez több, mint vártam. Jó, hát ez brutális. Ez nem talak szavakat egyáltalán. Ez képeken kisebbnek tűnt. Elnézését, nem találom a szavakat, de ez azért látszik, hogy van nép bőven. Ráadásul elég csúszósak a sziklák, úgyhogy óvatosan kell egymást kerülgetni. Most meg akarom nézni lentről is, úgyhogy talán most ez jön, ha belefér az idődbe. Tehát ez elképesztő, komolyan. Megszavazom Magyarország legszebb zúgójának, meg szurdokának, vagy vízesésének. Tök mindegy, nálam nyertes. Svájmalasz vágtába közelítek, délről a szurdok aljába, ahogy nézem, már egész közel vagyok. De még így sötétbe fogok visszaérni valószínűleg, de hát nem baj, ezt látni kell mindenképpen. Na jó, azt hiszem, itt lesz egy rövidítés, itt ahol valaki elvégezte a dolgát, majd itt kell fölmenni. Okay. Komolyan, mintha nem Magyarországon lennénk. Hát 10-ből 9 ember, hogyha ezt magazinban látná ezt a képet, ezt a látványt, szerintem nem mondaná, hogy ez Magyarországon van. Ez nagyon-nagyon-nagyon durva. Sajnos arról fogalmam sincs, hogy a képernyőn most mi látszik, ugyanis hát elég sötét van, és a GoPro azt nem igazán szereti. De majd kiderül,
mint hogyha az óriások vágták volna ide ezt a szurdokot. Hát elnézést a nem túl cizellált fogalmazásért, de az embernek leesik az áll, akkor nem jut eszébe semmi. Semmi normális. Kicsit olyan Bihar-hegység szamos bazár feeling. Hát ide el kell jönni mindenkinek, aki nézi ezt a filmet, és még nem járt itt. Van némi sár, úgyhogy óvatosan kell közlekedni. De valaki ide dobott egy ágat, valószínűleg pont ezért. Úgyhogy csak el nem gördül innen. Át tudok kelni. Wow. Most így egyébként az jutott eszem, mint hogyha valami dzsungelben lennénk ezzel a sok, nem is tudom mi ez, ez az indás borostyán talán. Na és még tovább lehet menni. Aha, na jó, oda már nem lépek fel, már nem tudnék vissza lejönni, de itt látszik, hogy ott voltam fel. Ez beszarás. És itt elég mély is, úgyhogy nem lenne jó belehuppanni. Hú, de király. Hát ha lesz ilyen évvégi bazsitúrák válogatás, ez a hely benne lesz, a 100%. Ez a legdurvább hely, ahol Magyarországon voltam. Ez ilyen non plus ultra. Jut eszembe, lógok még egy betyáró sztorival, csak közben rájöttem, hogy hát kicsit elbaltáztam, ugyanis itt akartam beszélni Sobri Jóskáról, mert úgy emlékeztem, hogy akárcsak a Gaja szurdokban, itt a római fürdő területén is van egy barlangja, de összekevertem az előző a Cuha-patak völgyes videómban szereplő Savanyú Jóskával. Ugye Savanyú Jóskának van itt is, tehát a Cuha-pataknál és itt a római fürdőn is egy barlangja, de tök mindegy. Azért már elmondom Sobri Jóskáról, amit tudok. Hát Savanyú Jóskához, vagy Józsihoz hasonlóan, szintén Vas megyei születésű, nem tudom, ott lehet valami a levegőben. 1801-ben született, és mindössze 27 évet élt, de még így is a gaztettei révén kiérdemelte a dunántúli betyárvezér címet, még halála után évtizedekkel is. Hát azt rebesgették, hogy még él, másrészt meg hát igazi kultusza lett. Mondhatjuk, hogy Rózsa Sándor után a leghíresebb betyárunk. Ahogy ez lenni szokott, a fiatalkori rossz társaság terelte a rossz útra. Disznólopásért került szombathelyi börtönbe. Hát akkor tért rá a bűnös útra. Na de aztán később, akárcsak Savanyú Jóska pár évtizeddel később, ugye a 19. század vége felé, Sobri Jóska meg az elején, az akkori Vas, Zala, Győr és Veszprém vármegyékben ténykedett. Kicsit a történetet fejbe hagyva, és belekezdve egy másikba. Érdemes lenne kipróbálni mindannyiunk számára, vagy aki még nem próbálta ki, hogy a szemetet, amit idehoz magával, egész egyszerűen fogja és visszaviszi magával oda, ahonnan hozta, vagy legalább haza, vagy legalább a legközelebbi, hát valamelyik településen lévő személygyűjtői.
undorító hely. Na de a rendezetlen szemétkérdés után vissza Sobrióskához. Elkövette azt a hibát, hogy túlságosan magas körökben fosztogatott, ezért aztán egy idő után egész sok érdek fűződött ahhoz, hogy őt kézügyre kerítsék. Végül 6 vármegye körözte, üldözte, fejére pedig 100 arany vérdíjat tűztek ki. Alvezére a Milfajt Ferkó nevezetű betyár, hát nem volt egy észlény, egyszer mulatozás közben saját magába lőtt, így fogták el őt, és nem sokkal később Sobrióskára is lecsaptak, vagy rajta ütöttek inkább, és fogalmaznék, 1837-ben bekerítették a pandúrok, heves tűzharc alakult ki, és végül, amikor már az egyik pandúr rátámadt egy valamilyen lándzsaszerűséggel, és látta, hogy innen már nincs menekvés, állítólag szívvel lőtte magát. De itt még nincs vége a történetnek. Halála utáni évtizedekben szárnyra kelt egy olyan pletyka, miszerint Sobrióska nem Sobrióska, és eredetileg egy Vaj Károly nevezetű gróf, aki hát addig mulatozott, míg elherdálta az egész vagyonát, és hát úgy döntött, hogy világgá megy, kóborlónak áll, el is tűnt, el is indult egy úton, és hát pont ebben az időben jelent meg az akkori híradásokban a Sobrióskának a büntettei, és nagyon érdekes módon mikor Sobrióskát, hát elvileg halálhíre kelt, akkor nem sokkal utána ez a Vaj Károly gróf előkerült, és egy másik érdekes összetevője a történetnek, hogy ennek a grófnak pont ott a homlokán volt egy sebhely, ahol a leírások szerint Sobrióskát is megsebezte egy pandúr. Úgyhogy nem tudni végül is, hogy Sobrióskának mi lett a sorsa. Valóban meghalt 1837-ben, szíve lőtte magát, vagy esetleg még tovább élt. Nem tudni, minden esetre érdekes sztori. Ez volt a Bazsitúrák mai epizódja innen Gajaszurdokból és a római fürdőtől. Mindegy. Ne feledkezzetek el feliratkozni, tartsatok legközelebb is velem, és még egy felszólítás, ne szemeteljetek, bár aki ezt nézi, az biztos, hogy nem szemetel, de esetleg mégis, akkor ne tegye. Hát találkozunk legközelebb, addig is az erdő legyen veletek, sziasztok!